A tulajdonosa és kormányosa, a rekordtartó hajóink, ugye még kétszer megdöntötte, először csak pár perccel gyenge szélben, aztán több mint 3 órával 57 évig fennálló rekordot. És hát mégis ti is úgy érzetek, hogy fejleszteni kell, mert fejlesztés történt, nem tudom ez mennyire köztudott, vagy tudható. Igen, mindenek előtt szeretném megemlíteni, hogy egy új támogatónk van, és a többek között nekik is köszönhetően is meg tudtunk valósítani ilyen fejlesztést a hajón. Többek között C-sperteket kapott a hajó, ami ugye emeli az egész hajót, tehát nem célunk az, hogy repüljünk. Ezt feladtuk már ezt a tervünket, de ezt mindenképpen szerencsésnek találtuk, illetve a tervezők javaslatai alapján ez egy észszerű döntésnek tűnt, hogy C-sverteket használunk, amik emelik, és ezáltal valósabban viszik a hajótást. Úgyhogy ez volt a legkomolyabb. Ezek kiemelni a szél alatti testet teljesen nem tudják? Nem. Tehát nem olyan, mint egy elalakos vert, vagy sok más megoldás? Igen, úgyhogy van olyan sebesség, aminél elvileg ki tudja emelni, de ez nem célunk, úgyhogy ha ilyen sebességek közelébe érünk, hogy olyan szélviszonyok vannak, akkor följebb kell húzzuk a sperteket, tehát hogy csökkentjük a felületet, illetve ezt az emelő erőt. Hát nem szeretnénk kiugrani vele a vízbe. Úgyhogy ezen kívül új kormányokat is szereltünk a hajóra, úgyhogy ebből is látunk ennyi sebességnövekedést, illetve jobb manőverezhetőséget. Ezen kívül vitorlágban történtek nálunk is fejlesztések, ugye a tavalyi év tapasztalatai alapján a kis méretű nagy vitorláinkat kivettük a versenyvitorla választékból. Ugye gyakorlatilag ezen ment el a tavalyi versenyünk. Úgyhogy most egy új nagy vitorlákkal megyünk, ami két versor van, tehát egy elég határozott méretű versek, úgyhogy szerintem a 50-50 talán az a hajó, ami leginkább túl van vitorlázva. Úgyhogy nálunk egy lépkedés az, hogy jön a szélerő, akkor elég gyorsan, radikálisan kell csökkentenünk a vitorla felületet, mert különben gondjai támadnak. Úgyhogy emiatt döntöttük úgy, hogy két jelentős méretűrekkel rendszerre láttuk ezeket a vitorlákat. Ezen kívül hát a Hunzels vitorla készítő műhely segítségével új vadvitorláink lesznek. Ugye nálunk ez rögtön minden kétszeres szorzóval működik, ugye két tárbolc van, úgyhogy ez rögtön 6 vitorlát jelent. Mi is a legújabb mentán technológiával készült vitorlákat fogjuk bevetni, úgyhogy ezeknél is, és hát ennek a fejlesztésnek köszönhetően is bízunk abban, hogy gyorsulni fogunk. Ezen kívül volt még egy backstake átalakításunk, tehát mindegyik árbóthoz külön dupla backstake-et szereltünk, ami egy nagyobb forságfeszességet eredményez. Úgyhogy igazából ezekkel a változtatásokkal próbálunk mi is még versenyképesebbé válni.